Köszöntöm nézőinket a hét legfontosabb eseményeivel, a Krónikát, a Miskolc Televízió heti hírösszefoglalóját látják, jönnek a részletek. Miskolc a top 10 legnépszerűbb belföldi úti célok közé került nyáron. Az egyik legnagyobb szállásközvetítő weboldal felmérése szerint a város a 10. helyen végzett az összesített listán. A legnépszerűbb régiók között Észak-Magyarország lett a második, a szállásközvetítő weboldal nyári foglalásainak 15%-a a térségbe szólt. Miskolc volt az egyik legnépszerűbb úti cél nyáron. Az egyik legnagyobb szállásközvetítő weboldal felmérése szerint Siófokon nyaraltak a legtöbben idén, de Miskolc és környéke is az országos lista élén végzett. A szállás.hu nyárértékelő összesítése alapján a foglalások alapján a top 10 legnépszerűbb belföldi úti cél listának a 10. helyére került fel Miskolc, ami egy jelentős kiugrás, hiszen az előző nyári összesítésünkből, amit augusztus elején vagy a nyár közepén adtunk ki, ott még a 15. hely környékén végzett Miskolc, de hogyha most már a teljes nyári adat a rendelkezésünkre áll, ez alapján tehát a 10. helyen végzett Miskolc az összesített top listánkon. A szállásközvetítő weboldal sajtószóvivője hozzátette, hogy a nyári foglalásaik 15%-a az észak-magyarországi régióba szólt. Ez azt jelenti, hogy a Balaton után az észak-magyarországi régióban nyaraltak a legtöbben. Hajdúszoboszlóról érkezett ez a család kikapcsolódni Miskolcra. Sokakhoz hasonlóan ők is a várost és környékét választották a tavaszi és nyári szezonra. Fantasztikus, nagyon csodálatos idő van, úgyhogy nagyon élvezzük. Nagyon nagy vágyunk volt idén már kipróbálni a vízibiciklizést, úgyhogy most sikerült, már nyitva van a kölcsönző. A szállásközvetítő weboldal felmérése szerint a rövidebb tartózkodási idő volt a jellemző, a legtöbben ugyanis az egy vagy két éjszakás vakációt választották nyáron. Csaknem 25-35%-os termelői árnövekedés várható az étkezési alma esetében. Az aszály jelentősen megtépázta több növény termését is idén. A felmérések szerint a napraforgó és a kukorica termés is jóval kisebb lesz a tavainál, sőt minőségben is romlás várható. Az aszály miatt jelentős élelmiszer áremelkedése lehet számítani. Elszáradt napraforgók láthatóak Miskolc határában. Az aszály több növény termését is megtépázta idén. A felmérések szerint a napraforgó és a kukorica termés is jóval kevesebb lesz a tavainál, nem csak mennyiségében, hanem minőségében is romlás várható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsoda-Bolyzemplén vármegyei igazgatóságának adatai szerint a vármegyében is jelentős az aszály. Augusztus 30-ával a megyei szinten 4020 hektár aszálykár bejelentés történt szántóföldi kultúrák esetében. Ez főként napraforgó és kukoricát érint, de már jelentkeztek szójatermelők is. Ezen belül is, a 4000 bejelentett hektáron belül is a nagyobb része a megye déli, illetve keleti részén tapasztalható aszályból ered. Az északi területeken is van és érezhető az aszály, de közel sem olyan mértékű, mint az előbb említett területeken. Szaniszló János szerint a vármegyében csak nem 50%-os termés kiesés várható az aszály miatt. A 100% az azt jelenti, hogy például sok termelő az elvetett kukorica területét le kellett, hogy csilózza, vagy egyszerűen leszárzúzta, mert nem érte meg, illetve hát állattenyésztésre nem rendelkező gazdálkodók nem nagyon tudtak vele mit tenni. Napraforgó esetében is vannak olyan táblák, ahol 5-6 mázsás hektáronkénti átlagokat jelentenek, illetve realizáltak eddig. Tehát én azt kell mondjam, hogy én szerintem a megyei szinten, hangsúlyozom, megyei szinten átlagban biztosan lesz egy 40%-os terméskiesés a kukorica és a napraforgó esetében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsoda-Bolyzemplén vármegyei igazgatóságának alelnöke hozzátette, hogy a gyümölcsök esetében is jelentkeznek problémák. Például az alma esetében 20-25%-os kiesést jósolnak a termelők. Az Agrárkamara szerint a léalma nettó felvásárlási ára jelenleg kilónként 75-80 forint között mozog országszerte, ez csak nem a tavainak a duplája. A felmérések szerint az étkezési alma esetében 25-35%-os termelői árnövekedés lehet. Ez azt jelenti, hogy a zöldségeseknél is jelentős drágulás várható.
Elkezdődött a Miskolc és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti vasúti pálya felújítása, amint egy 27 km hosszú szakasz karbantartását a MÁV saját forrásból végzi. Az érintett vonalszakaszon a közlekedés és a menetrend is változott, így a MÁV felhívja az utasok figyelmét arra, hogy az induló és érkező járatokról előzetesen vagy a helyszínen tájékozódjanak. A munkálatok várhatóan december 4-éig tartanak. Tegnap kezdődött a Miskolc és Mezőkeresztes mezőnyárát közötti vasúti pálya felújítása. A mintegy 27 km hosszú szakasz korszerűsítését a MÁV saját forrásból finanszírozza. Az érintett vonalszakaszon a közlekedés és a menetrend is megváltozott. Ugye a vágányzári menetrend miatt mindenképpen célszerű az utasoknak tájékozódniuk előre, akár a MÁV honlapján, akár a MÁV alkalmazásban, akár pedig az állomások menetrendi hirdetményeiben, hiszen akár ha a Budapest-Miskolc távolságot nézzük, itt a megszokotthoz képest jelentősen akár egy fél órával hosszabb eljutási idővel kell számolni a megváltozott menetrend miatt, illetve bizonyos járatok, bizonyos szakaszokon más megállási renddel közlekednek, vagy akár például személyvonatok vannak, amik ki is maradnak a menetrendből. A korszerűsítés várhatóan december 4-éig tart majd, többek között kicserélik az elavult sínszakaszokat, vasbetonaljakat és váltókat, valamint a vasúti műtárgyakat, mint például a hidakat is szigetelik. Továbbá a vasúti átjárókat felújítják és a felső vezetékrendszert karban tartják. A munkálatokat két ütemben végzik, amik akár éjszakai zajhatással járhatnak majd, így a MÁV kéri a lakosság türelmét. Október 18-áig napközben Miskolc és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emmőt között újítják fel az egyik vágányt. Éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek majd munkálatokat, tehát néhány éjszakai vonat helyett ezen a szakaszon pótlóbuszok is közlekednek majd. Az október 19-től december 4-ig tartó időszakban pedig a Mezőkeresztes mezőnyárád és Emőt közötti szakaszon dolgoznak a munkagépek. Éjszakánként itt is a másik vágányt is lezárják, és ott akkor teljes korlátozásra kell számítani. A korszerűsítés célja, hogy megelőzzék a sebességkorlátozásokat a nyári hőségben, valamint csökkentsék a tehervonatok közlekedésének zajhatását. Duális tanévnyitó ünnepségre várták a diákokat a Borsodkemben. A vállalat idén 4. éve fogad a régió egyetemeiről, képzési helyeiről duális hallgatókat. A most kezdődő tanévet az eddigi legmagasabb tanulói létszámmal indították, hiszen 75-en kezdték meg tanulmányaikat ebben a rendszerben. Az ünnepségen az új duális vegyésztechnikus tanulók és felsőfokú duális hallgatók köszöntése mellett a vállalattal már szerződésben álló diákok tanévét is megnyitották. Vállalati tanévnyitó ünnepséget tartott a Borsodkem ZRT a Radnóti Közösségi Ház nagytermében szerdán. A rendezvény ünnepi köszöntőkkel kezdődött, ahol Gérus Béla, az Irinyi János Református Oktatási Központ szakmai főigazgató helyettese is beszédet mondott, ugyanis a vállalat 2022-től nem csak felsőfokú hallgatókat, hanem vegyésztechnikus duális képzésben résztvevő diákokat is fogad. Az iskola arra törekszik, hogy diákjainak olyan tudást adjon át, amely nem csak az iskolapadban, hanem az élet minden területén hasznosítható. A duális képzés bevezetése új távlatokat nyit és nyitott a tanulók előtt, hiszen a képzésben résztvevő diákok itt nem csak a tárgyi ismeretek elsajátítására van lehetőség, hanem gyakorlati, ipari környezetben történő tanulásra is. A tanévnyitón Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar dékánja is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében az intézmény és a vállalat közötti hosszú éveken át tartó jó kapcsolatról beszélt. Számunkra a Borsodkem egy nagyon fontos színvonalas képzőhely, ahol a mérnöki munka aspektusainak egy nagyon széles spektrumát tudják megmutatni hallgatóink számára. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy ez a kapcsolat az elmúlt években is folyamatosan gyümölcsöző tudott lenni. A Borsodkem a Debreceni Felsőoktatási Intézmény mellett a Miskolci Egyetemmel is jó kapcsolatot ápol. Viskolc Béla, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet intézetigazgatója köszöntőjében a duális képzés adta lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos a duális képzés, mégpedig azért, mert vannak területek, ahol a vállalat
sokkal jobb infrastruktúrával, sokkal mélyebb, sokkal hasznosabb gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, mint amivel mi az egyetemen rendelkezünk. És miért nem a legjobbtól tanuljatok? Hát pont ez a lényeg a duális képzésnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a duális képzés az valóban egy sikertörténet. Az eseményen Kruppa László, a Borsodkem ZRT vezérigazgatója is köszöntötte az új és a vállalattal már szerződésben álló duális tanulókat és felsőfokú hallgatókat. Érdekes, értékteremtő munkát, karrierpálya modelljeink által biztosított előmeneteli lehetőséget kínálunk a hozzánk csatlakozók számára. Támogatjuk középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóink felsőfokú szakmai tanulmányait, és nagy örömmel tölt el minket, hogy több kollégánk a munka mellett a doktori fokozatát is a mi támogatásunkkal szerezte meg. A hivatalos köszöntők után a vezérigazgató és a Borsodkem igazgatóságának elnöke emléklapot adott át a duális képzésbe bekapcsolódott tanulóknak. Ezt követően nyílt lehetőség arra, hogy az új hallgatók megismerkedjenek egymással, valamint a Borsodkem vezetőivel és a duális képzést koordináló munkatársakkal. Mesterséges intelligencia workshopot szervezett a BOKIK, ahová a Vármegye vállalkozóit várták. A nagy érdeklődésre való tekintettel Mezőkövesd után Miskolcon is megrendezték az eseményt. A személyes intenzív kurzuson a résztvevők Balogh Petya és Pétót András segítségével ismerkedtek meg a mesterséges intelligenciával és annak különböző felhasználásával. Az előadásokon túl interaktív beszélgetések és önállóan megoldandó konkrét feladatok is vártak a vállalkozókra. Mi az a mesterséges intelligencia, hogyan működik, mire jó? Többek között ezekre a kérdésekre kaptak válaszokat azok a vállalkozók, akik részt vettek a BOKIK által szervezett mesterséges intelligencia előadáson és workshopon. A mai napon végigmegyünk onnan, hogy honnan érkezik a mesterséges intelligencia, hogy gondolkodik a gép, mit jelent ez, miért fejlődik ilyen gyorsan, és mi a várható fejlődési tempó a közeljövőben. Egészen odáig, hogy hogy kell ezeket az eszközöket használni, és eljutunk oda, hogy mindenki a saját gépén feladatokat old meg mesterséges intelligenciával. Balogh Petya elmondta, a vállalkozók emellett választ kapnak arra is, hogy cégvezetőként, csapatvezetőként hogyan tudják hasznosítani a mesterséges intelligenciát a mindennapokban, milyen veszélyeket jelenthet, és hogy lehet ezekre reagálni. A programot nagy érdeklődés övezte. A kamara ezért Mezőkövesd után Miskolcon is megtartotta a workshopot. Úgy érezzük, hogy a mesterséges intelligencia bekapcsolására a vállalkozásokban nagyon nagy szükség van, hiszen minden vállalkozás a saját bőrén érzi, hogy nem talál megfelelő munkaerőt, és a mesterséges intelligencia segítségével nagyon sok területen már előre tudunk lépni. Kovács Attila kiemelte, a BOKIK a vállalkozók érdekeit képviseli, ezért folyamatosan hirdet számukra különböző workshopokat és képzéseket. Az alelnök hozzátette, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos program egy olyan terület, amelyre a vállalkozásoknak nagy szükségük van. Közlekedésről és parkolásról tartottak lakossági fórumot a Diósgyőri gimnáziumban kedden. Az eseményen a lakók az önkormányzati rendészet vezetőivel és a polgármesteri hivatal közlekedési szakembereivel vitatták meg az Észak-Kilianc érintő kérdéseket. A lakók szerint az elmúlt években nagy gondot okoz a megnövekedett forgalom és a parkolóhelyek hiánya. Több mint egy tucat észak-kiliáni lakó gyűlt össze kedden délután a Diósgyőri gimnáziumban. Parkolással és közlekedéssel kapcsolatos kérdéseiket vitatták meg. Ilyen van kitéve behagyni egy tilos tábla, és ugye amikor szóltam neked, emlékszel, hogy most tényleg valamit csináljunk, mert ez nem jó. Sok javaslat és ötlet érkezett, melyekre a Városháza közlekedési szakemberei és a MIÖR vezetői reagáltak. Valamennyi ilyen társasházú lakókörnyezetben óriási gondot okoz jelenleg Miskolcváros teljes területén a parkolás. Örömmel érkeztünk, örömmel jöttünk erre a meghívásra, hiszen mikor is lenne aktuálisabb ez, mikor tegnapi nappal beindult a város területén, valamennyi városrészben az állandó járőrszolgálatunk, ahol meghirdettük, hogy szeretnénk megismerni minden egyes városrész lakosságának a problémáját. Délutánra már egyetlen szabad hely sem volt az Észak-Kilián egyik utcájában. Az autók szorosan egymás mögött parkoltak.
A parkolóhelyek hiánya és a megnövekedett forgalom egyre jobban zavarja az itt élőket. Ez a lakótelep ugye az 50-es évek végén épült. Nem ennyi autóra lett tervezve. Olyan mennyiségű autó van, hogy most már komoly problémákat okoz. Már nem csak a parkolás, hanem most már a közlekedés is. És ezt mindenféleképpen valami rendszert bele kell vinni. Megoldásként szóba került többek között bizonyos utcák egyirányúsítása, mely döntést a lakók bevonásával hoznának meg. Második alkalommal csatlakozik Miskolc az Országos Arszakra Fesztiválhoz. Az egyedülálló szakrális rendezvényen csaknem 50 programmal és több mint 500 fellépővel várják az érdeklődőket. Több helyszínen szerveznek zenei programokat, kiállításokat, közösségi napokat és irodalmi előadásokat. Ézsaiás próféta könyve alapján az idei rendezvény mottója az igazság békét teremt. Az ingyenesen látogatható fesztivált szeptember 13-a és 22-e között rendezik meg. Rövid filmmel idézték fel a tavaly Miskolcon megrendezett Arszakra Fesztivált. A város idén már második alkalommal csatlakozik az országos eseményhez. A rendezvény részleteiről szerdán sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Országos jelentőségű, országos hírű programokról volt szó. Nemrég volt a Budapesten a sajtótájékoztató, és ott Miskolcot az egész ország példájaként emlegetik, hogy itt, ami megvalósul, az országban is egyedülálló. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 9 napon át körülbelül 500 programmal és több mint 500 fellépővel várják majd a látogatókat. Kardos Katalin, a fesztivál egyik szervezője kiemelte, a programok összeállításánál nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltsék. A Miskolci Arszakra Fesztiválon is legyen egy könnyűzenés műfajt kínáló nap, mégpedig én elsősorban azért gondoltam rá, hogy a fiatalokat is betagozódjanak a fiatalok és ennek a fesztiválnak a programsorozatába, hogy őket is szólítsuk meg. A fesztivál mottója, legfőbb üzenete Ézsaiás próféta könyve alapján az igazság békét teremt. Beres Pál polgármester kiemelte a mondat jelentőségét, és hozzátette, a rendezvény nem csak egy fesztivál, hanem misszió is a békéért, egymás megértéséért és az emberekért. Ilyen időkben az, hogy Krisztus szavai a szeretettől eljussanak az emberi szívekig, vallástól, világnézettől függetlenül még fontosabb, mint valaha volt. És a művészet, a krisztusi tisztaságú szépséget hordozó zeneművek, képzőművészeti alkotások és bármi, amely a szépen és jón keresztül képes megérinteni az emberi szíveket, az emberi lelkeket, az isteni béke, a krisztusi szeretet hírnöke és hordozója lehet. Az Arszakra Fesztivál ingyenesen látogatható szeptember 13-a és 22-e között. Az érdeklődők a részletes programokról az Éltető Lélek Alapítvány közösségi oldalán tájékozódhatnak. Szeptember 2 utolsó hétvégéjén harmadik alkalommal rendezik meg a Szimba Örökség napokat. A fesztivál idén is a kultúrára, a környezetvédelemre, a tudományra és a közösségi programokra épül. Ezúttal is lesznek Szimba Örökség séták, tudományos konferencia, horgászverseny, szimbatakarítás, ünnepi koncert és filmvetítés is. Az esemény célja, hogy az itt élők és ide érkezők minél jobban megismerjék és ezáltal megszeressék a várost. Lilafüred titkaival ismerkedhettek meg az érdeklődők a Szimba Örökség napokon egy évvel ezelőtt. A séta a Herman Otto emlékháztól indult, és a Szimvát követve egészen Felsőhámorig vezetett. Hagyományos program a hídfestés és a szemétszedés is. Tavaly például a Soltész Nagy Kálmán utcai híd korlátját újították fel az önkéntesek, a számozott utcáknál pedig egy illegális hulladéklerakó helyet is felszámoltak. De a közösségépítő és kulturális események sem hiányoztak tavaly, ráadásul Miskolc számos város részében megmutatkoztak a helyi művészek és tehetségek. Ezekre a programokra idén is lehet számítani. Azt kell bemutatni mindig Miskolcról, hogy ez a város miben több és miben más.
A szervezők ráadásul két hétvégén keresztül igyekeznek ezt megtenni, szeptember 21-én és 22-én, illetve 27-én, 28-án és 29-én is lesznek események. Az egyik kiemelt program idén is a horgászverseny lesz. A horgászverseny nem csak a horgászoknak szól, hanem azt kívánja bemutatni, hogy ma olyan vízű, vagy tiszta vízű a színva, hogy nagyon sok hal fajja benne. A tavalyi horgászat alkalmával 13 halfélét fogtak az emberek a színvából, köztük olyanokat, mint pisztráng, domolykó, felpillantó küllő, amik kifejezetten magas oldott oxigén vízben élnek meg, elpusztulnak különben. Tehát ez óriási, megint csak a transfer, ugye azért kell a horgász, hogy bizonyítsuk, hogy milyen gyönyörű és tiszta vize van ennek a víznek. A tudományos program pedig a színva geográfiája köré épül. MTA képviselőjeként és geográfusként nagy szeretettel várjuk a színvörökség napok minden résztvevőjét, érdeklődőjét, és igyekszünk nagyon sok érdekességgel szolgálni, hogy gazdagodjon a honismereti tudástára mindenkinek. A programok között idén is szerepel az örökség séta, a színva medrének tisztítása, a kulturális programok, sőt a Palota szállóban a 90 évvel ezelőtt született és részben itt forgatott ikonikus magyar filmet, a Meseautót is levetítik. Arra ad alkalmat ez a fesztivál, most már ahogy mondtam hagyományosan, hogy mutassuk meg, mik azok az értékek, amikre büszkék lehetünk ebbe a városba. Mi az, ami bennünket összeköt, ne azt keressük, mi az, ami szétválaszt. Keressük meg azokat a sarokpontokat, amire lehet hivatkozni és amire lehet építkezni, és ehhez kérjük a itteni miskolciak segítségét. A fesztivál célja évről évre az, hogy az itt élők és ideérkezők minél jobban megismerjék, és ezáltal megszeressék Miskolcot. Létformák címmel nyílt kiállítás az IFI házban, Barkóczi Boglárka fotográfus képei a formák és struktúrák izgalmas világára összpontosítanak. Az alkotó célja az volt, hogy megmutassa a természet és a mesterséges formák, valamint az organikus és geometrikus alakzatok sokféleségét. A kiállítás szeptember 27-ig ingyenesen látogatható. Formák az építészetben, formák a természetben. Barkóczi Boglárka fotográfusnak nyílt kiállítása az IFI házban. Az egyébként kommunikációval foglalkozó alkotó képei a formák és struktúrák izgalmas világára koncentrálnak. Vannak drónfotók, amiknek ugye nyilván ez a különleges perspektíva adja az egyediségét, és olyan formákat tudok így megmutatni, amiket amúgy szabad szemmel sétálgatva a természetben nem látunk. Az épületfotóknál pedig nagyon sok az alulról felfele készített fotó, és ezeket próbáltam vegyíteni. Barkóczi Boglárka több mint 10 éve kezdett fényképezni. Az utóbbi időben drónnal szeret leginkább képeket készíteni. 7 éve tagja a Miskolci Fotóklubnak, azóta fényképez igazán intenzíven. Nekem az ötlet tetszett a legjobban, hogy képpárokat, illetve képcsoportokat hozott létre a kiállításon belül. Tehát egyszerre drón képeket készített, amik gyakorlatilag tájminimálok, és emellett ezzel párhuzamba állította ugyanezeket a formákat, motívumokat épületminimálokon is. A kiállítás szeptember 27-ig ingyenesen látogatható az IFI házban. Ebben az évben is megrendezik hagyományosan jávorkúti céllal a Bükk-kupa kerékpárversenyt. Az immár 8. alkalommal megszervezett sportprogramon, ami Somogyi József emlékverseny is egyben, háromnapos esemény sorozattal várják a rajthoz állókat, érdeklődőket. A kerékpáros hétvége köré igyekeznek kiegészítő programokról is gondoskodni az esemény szervezői, így szarvas bőgés túrán is részt vehetnek az érdeklődők. A már hagyományos, beharangozó sajtótájékoztatón vezette fel ezúttal is a két hét múlva esedékes Bükk-kupa történéseit, a részletes programot az esemény szervezője, a Miskolci Road Cycling Club. 2024-ben háromnapos lesz a kerékpáros rendezvény változásokkal. A három napból ugye a verseny ez mindig az utolsó nap volt, vasárnapi nap volt, de most ezt megfordítottuk, a szombati nap lesz. Tehát péntek délután, mint mindig, megtartjuk a csapat bemutatót ott fönt Jávorkúton, ez délután 4 órától lesz, majd különböző interaktív játékokat lehet kipróbálni.
Szombaton 10 órakor kezdődik az egyenként indítású hegyi időfutam, a Bükkupa főeseménye, majd a tervek szerint 13 órakor indul a Mini Bükkupa. Vasárnap pedig már a Bosch parkolója lesz az események középpontja, itt rendezik meg a gyermekversenyt, és innen indul két választható távon, a 44 és 90 kilométeres túraútvonal. Miskolc polgármestere többek között arról szólt köszöntőjében, hogy számára külön öröm az, hogy tovább viszik az utódok az egykori kitűnő sportember álmát, a Bükkupát. Ez a rendezvény, ez mutatja azt, hogy ez a közösség, amit én nagyon fontosnak gondolok, hogy közösségépítés, a kerékpárosok közössége is erősödik ezáltal a rendezvény által is, és természetesen az a verseny lehetőséget ad a legjobboknak, méghozzá nem is egyszerű, hanem hegyi körülmények között arra, hogy összehasonlítsák tudásokat, megmérjék teljesítményüket, de mellette pedig a kísérőprogramok további embereknek adhatnak kedvet és elszántságot arra, hogy a kerékpársportot válasszák. A szeptember 13-án kezdődő 8. Bükkupán tehát várnak mindenkit a szervezők, akár igazolt sportoló, akár kettelésből pattan két kerékre. Önök a Krónikát, a Miskolc Televízió heti hír összefoglalóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!